Lóci azt mondta, hogy várjál, várjál, ezt nem így kell csinálni, lehet rendelni. Apa! Szóval... A felszolgáló kiszolgáló. De a főnökről ennyit. Hello! Oh, de cuki vagy, köszönöm virágot szépen! Virágnak, szia! Hello! Oh, szia! Igazi úriember vagy, amit pont amit mondanak róla. Jaj, de kedves vagy, köszönöm szépen, ezt nem tudom. Sokszor az emberről tudod más pletykálnak, mint ami a valóság. Jó, hát mindent és mindennek az ellenkezője, nem? Igen, de főleg valakinek, aki már ennyi ideje van a szakmában, szerintem az már nem újdonság. Azt a mindenit, jaj, de jó kis autó. Ja, mert hogy ez közben elindult, igen. Ugye ez most már megy? Ez megy, igen. Azt a bekel minden, ne haragudj, csak teljesen legyen. Hagyom, hogy megszok. Igen, nézd ez körül. Fantasztikus. Nézd körül nálam. Csodálatos, nagyon jó itt nálad. No. Na, megyünk Lóciért, ugye? Megyünk Lóciért iskolába. Így van. És ez a nap egyik fénypontja, amikor egyrészt nekem is, hogy végre találkozhatom megint a fiammal, másrészt pedig neki, mert vége van a sulinak. Aha. És akkor indul az apával való játék. És na ez mit takar? Mert hogy ő most már 11 és 12 között van, ugye? Már egy igen, kis kamasz. Igen, igen, már igen. Már nem csak az, hogy azt játszunk, amit apa akar játszani, hanem gondolom már megmondja, hogy mi az, ami nagyon jó, mert most, szóval egyrészt vannak már felnőttes dolgai is, aha, egyrészt rengeteget fogyasztja a YouTube-ot és egyéb ilyen, aha, internetes platformokat, amit én egyébként hagyok neki bizonyos keretek, aha, között. És... Jó. Azt hittem, hogy belénk tolat itt előttünk nem valaki, de szerencsére nem. Nem, jó fej volt. Szóval egy csomó mindent meg kell néznem vele, és ezáltal próbálom kicsit tartani a lépést az ifjúsággal, hogy most mik a menő tartalmak. Másrészt pedig a játékban most még minden benne van. A kedvenc az, hogy a társas játékozik együtt a család. Tehát, hogyha akár barátokkal, de mondjuk Zitával, a feleségemmel így hármasban, azt mindenképpen. Úgyhogy olyan társas játékaink vannak, amit már három főtől lehet játszani, illetve ugye a kártyajátékok már egyebek, amiket egymással is. Aztán persze nála is van ez a videójáték űrület, tehát vannak ezek a népszerű játékok, amiket ő is játszik online, meg nem online. Ezekben is én nagy társa vagyok, tehát igyekszem tartani a lépést. És akkor hát túl vagyunk már rég azon a szakaszon, amikor tudod, az apa picit hagyja nyerni a gyerekét, hogy ne csak, tehát azért, hogy megtanuljon mindent. Most már gyakorlatilag ő mindenben lever engem, úgyhogy mindenben ügyesebb ezekben a játékokban. Skorpiók vagyunk mind a ketten, tehát hogyha valaki hisz ebben. Hát annyiban mindenképpen, hogy amit úgy szoktak mondani, hogy nyakasok vagyunk, nyakas kávinisták egyébként, de tehát nehezen veszítünk, hogyha valamit a fejünkbe veszünk, azt tüzön-vízen átvisszük. Hajlamosak vagyunk sokszor várni és kivárni a helyzeteket, de sosem felejtjük el, hogy mi is a célunk. Tehát ezek mondjuk jellemzők rá is, úgyhogy nagy küzdő is, meg azt hiszem, hogy én is. És hát még édesanyámmal van súlyosbítva a családi skorpióság, mert hogy ő is skorpió. November 3-5-7, így vannak a születésnapok, és akkor mindig novemberben családi születésnapi heteket szoktunk tartani. Hogy van édesanyád, ha már? Köszönöm szépen. Mennyi idős ő most? Kérlek szépen, 70 elmúlt, aha, édesanyám, és 10, most már jó pár évvel túl van egy sztrókon. Igen, ezért is kérdezem. Kitűnően van, kitűnően, világutazó, és a legjobb nagymama. Akkor mindenből felállt teljesen. Igen, egyetlen egy dolog maradt vissza, az a beszédkészség, az nagyon nehezen megy, és nagyon-nagyon akadozva. Azt leszámítva tulajdonképpen minden tökéletesen megy. Na de hát... Szóval előbb-utóbb ő is elmond, skorpió, mint mondtam, tehát előbb-utóbb elmondja, amit szeretne, csak van, hogy utóbb, aha, jön ez ki. De ezt leszámítva minden tökéletes, azt hiszem, hogy nagyon boldog életet él, amennyire boldogan tudja élni az életét azután, hogy elvesztette az ő nagy társát, édesapámat,
hiszen apukám meg Lóci szinte váltották egymást itt a Földön. Igen, tehát, igen, azt néztem. Ez érdekes. Azt, hogy talán 3-4 hónapos volt, igen, a fiad, igen, amikor édesapád elment. Amikor elment, igen. Ez olyan érdekes, hogy nekem szokták azt mondani, hogy van olyan barátom, aki hisz abszolút az ilyesmiben, hogy amikor ő azt figyelte meg, hogy például amikor az ő családjukban valaki megszületik, akkor valaki elmegy. Hogy szinte cserélődnek a lelkek. Én most, bár abszolút nem vagyok egy ilyen ezós fiú, meg nagyon nehéz lenne állást foglalni itt a reinkarnáció kérdéskörében, amiről most beszélgetünk, de mivel egy húzamosabb idő után most jöttünk vissza az én feleségemmel Ázsiából, ráadásul egy buddhista országból, Tájföldről, ezért azt kell mondjam, hogy nagyon sok minden ragadt ránk egy ottani szemléletből, meg egy világlátásból. Nem mondom azt, hogy alapvetően másképp gondolkodnánk, de hajlamos vagyok magam is néha eljátszani az ilyenfajta gondolatokkal. Egy dolog biztos, hogy ennek a genetika a háttere, vagy valami annál egészen több és kevés kézzelfogható, azt nem tudom, de hogy édesapám gesztusait, hanglejtését, szófordulatait látom a fiamban, hallom tőle vissza, az egészen kísérteties. Tehát hihetetlen, hogy ők mennyire hasonlítanak egymásra. Sokkal jobban, mint én apukámra, vagy mint Lóci rá. Ez tényleg milyen érdekes. Úgyhogy én nagyon, nagyon érdekes, hogy tehát sokszor szoktam mondani, hogy apukámból visszakapok egy csomót Lóciban. Tehát, hogy úgy nem is ment el, vagy nem is tűnt el, mert hogy itt van Lóciban, és hát valamilyen szempontból tényleg biztos, hogy itt van, hiszen hogyha ezt csak materialista alapon nézzük, akkor is itt van, de van valami ennél több. És meg tudsz hatódni ezen? Vagy bármilyen? Mennyire vagy ilyen érzelmes, hát, meghatódós? Sose voltam hiána. Jó, álnaív kérdés volt, mert azért te így előttünk vagy a gyakorlatilag 10 éves korod óta, hát vagy igen, nem tudom mióta. Körülbelül úgy. Szóval mióta Lóci van, azóta egy jobban sikerült reklámfilmen is el tudom sírni magamat, tehát én abszolút az a kategória vagyok. Szoktam is, szokott is röhögni rajtam, tehát ő szokott nézni, apa, te sírsz? Igen, mondjuk szép. És szóval igen, bármin, szinte bármin. De a fiamon feltétel nélkül. Hát igen, meg azért, amikor a gyerekeinkben megjelennek a szüleink, pláne úgy, hogyha nem is lehetett emléke róla, mert hogy pár hónaposan... Igen. Tudatos emléke nincs róla. Tudatos emléke nem lehet róla szinte. És aztán ebből is látszik, hogy ugye szokták mondani, ez nem hal meg, akiről beszélnek, meg aki ott van közöttünk ilyen sztorikban, meg egyebekben. Apukám egyrészt kitűnően festett, annak ellenére egy jogász, közgazdász ember volt, tehát de meg volt ez a művészi véna is benne. Éppen ezért nagyon sok önarcképe van, amit nap mint nap lát Lóci a lakás bizonyos pontjain. Tehát olyan, mintha minden nap találkoznának. Mintha ismernél. Tehát a saját kitűnően lefestett arcvonásai, azok megvannak. Nem telik el úgy nap, hogy ne mondjam azt, hogy hát apukám azt mondaná erre. Mindenre ugye volt egy mondása, mindenre volt egy bölcsessége, egy végtelenül művelt, sok nyelven beszélő, Párizsban tanult, tehát a háború előtt született, 20-as születésű volt apukám, 1920-as, tehát én egy késői gyerek voltam, vagy vagyok. De hogy ha már, nem tudom, hogy misztikum-e, vagy a sors tök véletlen játéka, de hogy van két olyan véletlen is az életedben, ami utána egy nagyon fontos pályára tett téged rá. Te neked az egész, az, hogy te színi mesterséget kezdtél el tanulni, igen, az egy ütközésnek köszönhető, egy ilyen biciklis, hogy összeütköztél itt valakivel, pont, nem? Ahol most vagyunk, tehát effektíve ebben Városmajor a házdömben lakik mögöttünk Földesi Margit, és az úgy volt, hogy itt a Városmajorban, ahol biciklizni jártam nagy önfeledtséggel, ott ilyen, hát 10-11 éves lehettem, szóval ilyen Lóci korú most. Amikor összeütköztünk egy sráccal, és ebből nem egy komoly baleset, hanem egy ilyen kialakuló haverkodás lett. És előbb-utóbb így akkor gyere át hozzánk, játszunk együtt, stb. És megismertük egymás családját. És neki az édesanyja Földesi Margit, a nagymamája Komlós Júci színésznő, és Margitnak akkor indult el az akkor Színjátékország nevű kreativitás és készségfejlesztő iskolája. Hát, szép, igen. Igen, mindig azt mondja, hogy nem színi iskola, nem gyerekszínészképző, kreativitás és készségfejlesztő. Igen, igen. Nagyon szép, az más kérdés, hogy a világ azt, vagy az ország azt ugye úgy ismeri, hogy Földesi Margit igen, színi tanodája. Igen, 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 igen. És ez akkor indult, és akkor én ennek a növendéke lettem. Aha.
és oda nagyon sokan jártak színházi emberek, tévések, gyerekszereplőket válogatni, és én így kerültem be tulajdonképpen először a szinkronba, és akkor az volt életem első szinkron szerepe, azt kellett mondani, hogy ó, micsoda krizantém. És én nem tudtam, hogy mi ez a krizantém, de nagyon jól elmondtam ezt a mondatot. És nyilván. Ki volt a karakter? Valami kisfiú, ó, micsoda krizantén, mondta a kisfiú, de nem értettem ebből egy kukot sem. És akkor utána jött a klasszikus Walt Disney Mici Mackónak a gyerek főszerepe, tehát Robert Gida a magyar hangja lettem, Földesi Margit Malacka, Bács Ferenc, Mikó István, Verebes István, tehát egy olyan fantasztikus, hát akkor a szinkron. De jó buli lehetett ezt csinálni, tudod, ezekkel milyen, az emberekkel. Tudod, milyen volt? És ez volt nekem 10-től 14 éves koromig, ezek voltak a mindennapok tulajdonképp. Eleinte mondtam az iskolában, hogy jövő héten lesz egy film, abban szinkronizálok, mindig mondta, hogy kosztáltásom, persze, én is. nem PC-ztek ki az osztálytársaid azért, mert Nem. Tulajdonképpen nem. Valahogy egészen jól el voltam át az iskolában. Aztán gimnáziumban az már más volt, tehát én három különböző gimnáziumban nem jártam. Ajaj. Ez úgy volt, hogy először még jártam a budapesti református gimnáziumban, az is akkor indult első évfolyam újra a rendszerváltozás után. Ugye akkor megnyitott megint a Bármadas, és annak lettem növendéke, de ott kicsit több mint egy év után éreztem, hogy el kell pályázni, mert elkezdtem saját színházi vállalkozást építeni 15 évesen. Na, erről majd még beszélünk. És akkor nekem sokkal több idő kellett, mint amit a suli megengedett, meg délelőtt is voltak már dolgaim. És én azt éreztem, hogy ez egy jó út lesz. Azzal együtt tudtam, hogy mindent szeretném megtanulni, nem szeretnék gázjegyet semmiből, mert az olyan, az olyan kínos. Egyszerűen nem komilfó. És hogy akkor persze le kell érettségizni, mert nyilván színművészeti egyetem, ez az egy evidens út van, hogyha én erre a pályára szeretnék menni, de addig is hasznosabban el lehet tölteni az időt, mint az iskolában ülve és hallgatni, a többiek sem tudják az anyagot, és azt megpróbálják felmondani. Na most meglehetősen nagyképűen hangzik ez, de tényleg így gondoltam, úgyhogy keresnem kellett egy olyan gimnáziumot, ahol van magántanulóság, mert a Bármadasban nem volt. És akkor bekopogtattam itt a sarkon lévő Táncsics Mihály gimnáziumba, és egy hihetetlen laza és hihetetlen jó fejigazgatónő ott állt, és mondta, hogy hát az 15 és fél évesen idejön valaki egy ilyen sztori, hogy engem azért kéne átvenni, mert én nem szeretnék suliba járni. Nincs időm az életre, nincs időm, és akkor igen. És ott volt egy olyan osztály, ahol volt egy-két sportoló is, akik élsportolók voltak, és már megszokott, tehát volt erre gyakorlat, hogy magántanulóság, hogy akkor átvettek. Na, átmentem a Bármadasból, nagyon teátrális módon távoztam, emlékszem, gyönyörű nap volt. Ez értesz a teátrális távozáshoz, erről is fogok még beszélni, igen? Igen. Mondják, hogy kicsit modoros vagyok, nem is értem miért. Na lényeg az, tudod, van egy ilyen karinti duma, azt annyira szeretem, hogy mondják, van benne valami női, és szerintem anyámtól örököltem. Ismertem. Nagyon-nagyon jó duma. Na lényeg az, hogy Táncsics, azok csodaszép évek voltak, mondanám ezt szívesen, de nem voltak évek, csak egy rövidebb időszak, mert azzal nem számoltam, hogy ugyan lehetek magántanul, de ez egy spanyolos osztály. Oh. És akkor először azt gondoltam, hogy annak van realitás, hogy én 3 és spanyol anyagából egy hónap alatt levizsgázzam. Nem lehetett, tehát ez egy abszolút fals elképzelés volt. Ezért tehát tovább kellett mennem egy olyan gimnáziumba, ahol lehetek magántanul, de nem spanyolos az osztály, hanem mondjuk angolos, amit akkor is már valamilyen szinten bírtam, mint nyelvet. Na és lényeg az, hogy akkor így a balettintézet gyakorló gimnáziumában, tehát a balettintézetbe így van, tehát a táncművészeti egyetem gimnáziumában sikerült leérettségizni. Szintén magántanulóként, úgyhogy így volt nekem. Hogy azt el tudom képzelni, hogy mondjuk egy 11-nehány, akár 14-5 éves fiatalembert mondjuk untat az iskola, amikor közben Robert Gidát szinkronizál Mikó Istvánnal és Földesi Margittal és a többi, amikor nem tudom, Zente Ferencer ultizik a szomszédokba, stb. Hát igen, Bálint Andrással játszunk a Radnótiban. Tehát hogy el tudom képzelni, hogy ezt mondjuk nehezen tudja überelni egy suli. Apropó, nem tudom, te mennyire nézegeted magad, hogy mi lelhető föl régi... Ó, én mindenhol. Mindenhol ott vagy, de hogy van, talán az egyik legrégebbi
ilyen szomszédokos... Az Enteferi bácsi. Az Enteferi bácsi is, Komlós Júci is, ultizós jelenet. Ult amikor is. Úgy csapkodjátok azokat a lapokat, az én nagyapám, drága jó Isten nyugosztalja, nagy zsugás volt, de életében nem csapkodta úgy a lapokat, mint ott nyilván egy rendezői utasítása igen, kellett. De hogy milyen volt, nem tudod hány éves vagy. Hát nem vagy még 15. Tehát, hogy tippeltem volna, hogy milyen volt 10 évesen az ember, felfogja-e, hogy kik ezek az emberek körülötte? Hát figyelj, én még felfogtam, meg mi felfogtuk azért, mert Zente Feri bácsi nekem most, és Isten bocsássa, minden korra megvan ez a más, tehát belül ő büszke volt erre. Tehát ő nekem a tenkes kapitánya volt, akit én nap mint nap néztem, tehát egy tévésztár volt amellett, hát hogy egy kitűnő színész volt. Egy igazi nagy sztár volt. És ez az összes kollégára elmondható, hogy mi bekerültünk egy olyan közegbe, ahol az ikonjainkkal találkoztunk, és dolgozhattunk együtt, akik minket abszolút kollégaként kezeltek, meg kis haverként, meg jaj kisapám, meg jaj kisanyám. Ez egy hihetetlen helyes közegbe, és amellett, hogy megtanultunk egy végtelen nagy fegyelmet és alázatot. Ez azt hiszem nagyon fontos volt. És nagyon figyeltünk rájuk, és örültünk, hogyha ott lehettünk, hogy megszólalni nem mertünk mellettük, nyilván hallgattuk a történeteiket napestig. Tehát nyilván az embert húzza fölfele egy ilyen felnőtt közegbe, az, hogyha ilyen csodálatos emberek között van, meg felnőttek között, meg dolgozni kell, meg van mondom, azért ez egy katonás rend, amiben egy filmgyár működik, vagy egy szinkron stúdió, legalábbis akkor feltétlenül az volt. Úgyhogy én nagyon szerettem. Nyilván van, akinek ez nem való, van, akinek a sportpálya, hogy mondjam, hozza olyan izgalomban, mint ahogy engem akkor már a film gyárt. Jó, hát valahol ez akkor egy nagyon szerencsés gyerekkor, mert hogy hamar megtaláltad azt, ami a hivatásod, meg a szenvedélyed lett. Ez így van. Még hamarabb elvesztettem, ez egy másik kérdés, ez egy külön. Hogy külön. Hát olyan értelemben, hogy tudod, én azért el kell mondjak neked két dolgot. Az egyik, hogy amikor én még kitaláltam azt, hogy én szeretnék színész lenni, akkor egészen más volt a színészeknek, meg a színháznak a társadalmi megbecsültsége. Uh-huh. Benedek Miklós, aki később a Színművészeti Egyetemen nekem osztályfőnököm lett, és ikonikus atyai jó barátom, ezt mondhatom talán amellett, hogy kollégájának mond, és hát ennél megtisztelő dolog kevés van. Tehát Benedek Miklós mondta azt nekünk egyszer, hogy tudjátok, hogy gyerekek, annak idején ez egy úri szakma volt. És ebben van valami. Ma, hát hogy mondjam neked, tehát azért tudod, ott van az a kis hülye abból a szarból, tehát hogy És akkor ez azért még ott motoszkál még benned a mai napig? Hát elmúlt, azért, mondom. Most már nem tudom hány év múlt el, mondjuk, hogy már azt sem tudom, hogy hány éve nincs már szomszédok. Ó, persze. Tehát, hogy... Nem is a szomszédok, hanem én azt gondolom, hogy mondom, tehát egészen más a társadalmi súlya ma egy színésznek, vagy egy színházi előadásnak. Igen. Tulajdonképpen súlytalanná vált egy csomó szempontból. És ez nekem kicsit fájdalmas. Tehát én azt gondoltam, hogy egy megbecsültebb dolog lesz, amivel mi foglalkozunk. Tudod, talán így tudnám mondani, hogy fontosabb ugye. De ez nyilván abból fakad, hogy én egy olyan közegben nőttem meg fel, egy olyan családban, akik jártunk színházba, akik tudták azt, hogy ki az a Hernádi Judit, ki az az Eszenyi Enikő, akkor volt pályakezdő. De tovább megyek, ki az a Tolnai Klári, ki az a Zente Ferenc, Besenyei, stb. Latinovics Zoltán. Meg én a szüleim által ugye viszonylag könnyen láttam olyan filmeket, amiben már akkor nem élő színészeket megismerhettem, megtanulhattam. Apukám olyan könyveket olvasott nekem föl, már egészen pici gyerekkoromtól kezdve, amiből megismerhettem Hemingwayt, meg tudtam, hogy Daiquiri-t ívott mindig meg, szóval egy csomó sztorit. Úgyhogy lehet, hogy ez csak azért volt ez az elvárás, így a szakmával szemben, mert mondom, én egy olyan családba jöttem, ahol ennek nagy tisztelete volt. Hát meg, hogyha olyan a mestere valakinek a főiskolán, akit úgy, mint Benedek Miklós, igen, akkor az ugye rárakja egy olyan pályára, hogy a szakmának ezt az oldalát szívja magába az egyetemen. Igen, ezzel együtt én egy végtelenül boldog ember vagyok, tehát ezt szeretném hangsúlyozni, és én nagyon-nagyon megtaláltam, nagyon megtaláltam a boldogságomat így szakmai értelemben is.
ehhez hozzátartozott az, hogy nagyon régóta már egy független ember vagyok, és a saját magam útját járom szakmailag is. Igen, mert azért az oldatlanul is berakja az embert egy skatuljába, hogyha ha úgy ismeri meg az ország az arcát, ahogy a tiédet megismerte. Ugye te nem csak 10 évesen voltál a szomszédokban, hanem utána 16-7, nem tudom, tehát kétszer is... Én többször sem visszaeső vagyok. Visszaeső vagy, aztán ugye Kertész Géza aztán rátette az íra a pontot. És aztán most még egy kis, és most az örökösökbe megint. Tehát gyakorlatilag igen, valaki azt írta minap az újságban, hogy Németh Kristóf, aki sok minden volt életében, tán akasztott ember is. És ez így van, de én nagyon örülök, hogy ennyi mindent csinálhattam, meg csinálhatok. És ezt nagyon bírom benned, hogy ezt nem is próbálod egy picit így álszerényen így eltagadni, hogy neked fontos. Azt, hát, hogyne? Fontos, hogy megismerjenek, fontos, hogy tudják, mit csinálsz, fontos, hogy tudják, hogy ki vagy, stb. Tehát, hogy... Én nekem fontos, hogy gyerekkoromtól kezdve. Tehát én mindig is azt szerettem volna, ez biztos, hogy hát, mi más, ha ez, vagy mi más lenne ez, mint nem narcizmus, vagy magamutogatás, vagy mindennek a szinonimája. Igen, ez így van, de ehhez a pályához ez szükséges, én szerintem. Tehát, hogy aki olyan típusú ember, mint én, a Jóisten ezzel verte, vagy ajándékozta meg, kitesz mindenki, döntse el maga, akkor valami ilyen pályát kell választani, ahol ezt kiélheti, ahol ez tovább megyek, ahol ez követelmény bizonyos szinten. Na most ennek ugye vannak nyilván különböző szintjei, ismerünk különböző közszereplőket, ki hogyan tudja feldolgozni ezt a traumát, hogy benne van egy szereplési vágy, benne vagy adottságot, vagy tehetséget. Igen, na, ez akkor így a legjobb. Megtaláltuk a szót. Te találtad meg, én meg csak bólogatok, hogy jól érezd magad. Na, de hogy oké, de mondjuk nem biztos, hogy a körülötted élő emberek, mondjuk a szíved választottja, mindenkori szíved választottja ugyanilyen adottsággal rendelkezik. Vagy szerinted kell-e az, hogy az ember okosan vagy jól válasszon, és olyan emberrel kösse össze az életét, persze, aki ezt elviseli? Hát mindenképpen tanácsos, én azt gondolom. Tehát hogy mondjam, elég észszerűnek tűnik. Igen. Elég észszerűnek tűnik. Az nem kell, hogy az ember partnere is hasonló beállítottságú legyen. Az, hogy elviselje, tovább megyek. Tudod, mi a legszerencsésebb, ha még büszke is erre. És ez tök nagy dolog tud lenni, amikor azt érzed legalább a családodban, hogy ők azért, hát akármilyen is vagy, te olyan vagy, amilyen, és ők büszkék rá, hogy te olyan vagy, amilyen. Tehát az a nagyon szerencsés választás. Én azt gondolom, hogy most én ebben vagyok. Tehát a feleséged ilyen. Tehát, hogy a feleségem ilyen, én azt hiszem. És még néha Lóci is, ha. Bár kezdünk átcsapni abból a korszakból, hogy úgy hívott, képzeled pár év, hogy a minden megoldó apa. Innen kezdünk átcsúszni oda, hogy a semmit nem értő apa. De azért igen, most vagy még... az, hogy menj ki a szobámból most, apa. Igen, de ez mondom, most még azért a határmesdjén vagyunk. Jó, ez azért is volt fontos megkérdezni, mert azért te azzal, hogy vállalod azt, hogy te ilyen ember vagy, hogy szereted a figyelmet, hogy fontos neked, sőt, gyakorlatilag az oxigénnel majdnem, hogy egyenlő. Azáltal nyilván tudunk arról, hogy azért te itt a magánéletedben megérted a hadakutyát. Tehát, hogy mondjuk így, hogy mostanáig nem voltál olyan nagyon szerencsés a párválasztásban. Vagy hogy mondjam? De én végtelenül vagy nem tudom, te ezt hogy érzed? Kívülről látom, hogy voltak csalódások. Én végtelenül szerencsés voltam, de mivel, hogy sok nagyon szép kapcsolatom volt, ezért ebben voltak csalódások is. Nézd, én egy tulajdonképpen tökéletesen, idillésre méltóan boldog és teljes életet éltem egészen az első csapásig, ami az anyukám sztrókja volt. Akkor már közel voltam a 30-hoz, de addig nem tudnék neked ilyen törésről beszámolni. Tehát nagyon-nagyon szerencsés, az Jóisten a tenyerén hordozott mindig is. Utána jött apukám halála, és utána pedig a válásom. Tehát ezt a három dolgot tenném az életemben oda, ami olyan sokszerű volt, mint hogyha a villám megcsapott volna. Tehát a válásomra akarom kiegyezni ezt, hogy az a csalódás, hogy nekünk nem sikerült a házasságunk úgy, ahogyan azt mi terveztük, amikor egymásba szerelmesedtünk, és azt mondtuk, hogy akkor kössük össze az életünket, az egy nagyon nehéz dolog volt. Maga a válás, az rettenetesen nehéz volt. A kudarcokkal szembesülni, pokoli nehéz volt, és a legnehezebb természetesen azt az eljutni oda, hogy egy nagyfokú önvizsgálatot kell tartani. Talán ez volt a legnehezebb. Na de lehet, hogy ez volt a dolognak a, vegyük úgy akkor megint a szkepticizmus félretéve az üzenete, vagy a célja, hogyha lehet ezt mondani. Tehát nagyon, nagyon, nagyon át kellett gondolni az életemet, magamat. Igen. És nem csak, hogy ugye adódik a kérdés, hogy akkor abból a tanulságból
mit tudsz most hasznosítani. Most adott neked az élet, a Jóisten egy új lehetőséget azzal, hogy van egy nagyon szép feleséged, akivel tavaly karácsonykor összekötöttétek hivatalosan az életeteket. Mitől fog ez most talán jobban menni? Hát, erről sokat szoktunk mi beszélgetni egyébként egymással. Senkit nem megbántva. Azt szeretném mondani, hogy elsősorban lehet, hogy tőle például. Aha. Tehát attól, hogy mi egészen máshogyan passzolunk össze. Aztán ugye az ember, szokták mondani, nem tud kétszer ugyanabba a folyóba belelépni, és aztán azt gondolom, hogy valóban nem tud, hiszen nem csak a folyó lesz addigra más, hanem maga az ember is. Tehát én azt hiszem, hogy én egy nagyon komoly fejlődés történeten, legalábbis ezzel áltatom magamat, mentem át az elmúlt években vagy évtizedben, és én szerintem, hogyha lehet ezt mondani, vagy merek abban indítani, picit jobb ember lettem, és lényegesen jobban odafigyelő a másikra, meg önmagára is, ezt hozzá kell tegyem. Tehát... Jó, tehát figyelmesebb vagy mondjuk azt hiszem, igen. Aha. Azt hiszem, igen, meg nem is itt van a kutyalásra, talán sokkal kevésbé vagyok önző már, mint régebben. Mm-hmm. Például ez biztos, hogy fontos. Meg, de miben mondjuk? Meg olyan akarnom. Hát, hogy nekem van igazam. Aha. Tudod? Aha. Egyáltalán nem fontos, hogy kinek van igazam. Aha. Egyáltalán nem fontos. Értem. És az, hogy mondjuk, ugye már beszéltél itt arról, hogy 15 évesen már szerveztél, és színdarabot vittetek színpadra, és szponzorokat kerestél, hogy az bejusson az a színdarab a színházba, stb. Kibéreltem a Karinti Színházat, Karinti Marcitól. Szóval, hogy nagyon úgy tűnik, hogy például párkapcsolati szinten... Tök, ugyanezt csinálom, tehát semmi nem változott, semmit nem mentem előle az elmúlt 20 akárány évben. Jó, pontosan ugyanezzel foglalkozom most is. Na, hát szóval jó, csak hogy ez nem biztos, hogy olyan sokat tudják róla, mert hogy azt mondod, hogy párkapcsolati szinten volt önvizsgálat, fejlődés, sokkal tudatosabban irányítod a sorsodat, stb. Tehát akkor magyarul szakmai téren már ott már egy nagyobb fokú tudatosság volt már gyerekkorban az, is, hát, nem? Az százszor. Szóval visszatérve a kérdésedre, meg a csalódásokra, apukám mindig azt mondta, hogy az a baj veled, Kristóf, hogy te tulajdonképpen nagyon tehetséges srác vagy, de nagyon rossz emberismereted van. Ajaj. És apukám viszont nyersen fogalmazott, mint ez az mellékelt ábrából is kitűnik. Viszont hát ezzel segített a legtöbbet mindig. Úgyhogy nekem az emberismeretem az sajnos, vannak hiátusok, és ezzel sokan vissza is éltek. Most ezt nem tudom, miért mondtam, de fontos, nem baj, jó, hogy elmondtad, mert arról beszélünk, hogy mennyit fejlődtél mondjuk például a párkapcsolatok menedzserésben, ja, meg szakmai menedzserésben. De szakmailag végtelen tudatosság volt bennem egészen gyerekkoromtól kezdve. Na, innen indultunk ki, és oda akarok eljutni, hogy ugye saját színtársulatodat, saját színházadat vezeted. Igen, gyakorlatilag. És ez most már évek óta így van, illetve ugye kezdődött ez azzal, hogy mivel kezdődött a játékszínnek. Nem, de sokkal korábban. Hogy kezdődött az, hogy te főnök lettél? 26 évesen neveztek ki Gödöllőn a Művészetek Háza igazgatójának. Gödöllőn, tényleg, igen. Csodálatos, tehát visszagondolni arra, hogy 26 évesen bevonultam Gödöllőre, és politikai pártok tüntettek ellenem és mellettem. Tényleg, tehát, volt ilyen, emlékszem. Tehát platós teherautó nénik táblával. Melyik párt volt? Az az MSZP volt. MSZP volt éppen akkor, igen. De aztán két évvel később, akkor épp ott egy kormányváltás volt, akkor meg egy másik támogatottsággal lettem ismételten vezető. Szóval, na látod a hadak útja, tehát én minden értelemben, én vezettem 10 évig műsort a Klubrádióban, akkor voltam német elvtárs a Klubrádióban, bementem egy önkormányzatra, de ugyanakkor voltam én Orbán Viktor feleségének kedvenc színésze, aki biztos hát, azért... Közel volt, tehát azért kaptál évet, mert hogy ugye nagyon volt. Odafigyelnek arra, ha már annak mindjárt folytathatod, csak most eszembe jutott ez a sztori. Eszembe jutott ez, egyikünk sem megy a szomszédba egy kis szófosásért, úgy érzem. Tehát, hogy hanem eszembe jutott a tavalyi sztori, hogy ugye mennyire figyelnek rád, mert az ember néha oltatlanul a Kulturkampf része lesz azzal, hogy csak úgy van. Kálmán Olga, vagy melyik? Hát igen, mert hogy az egyik oldalon azt nehezményezik, hogy ott vagy Köcsén, a polgári pikniken, a másik oldalon meg az, hogy az RTL Klubon Kálmán Olgával és Alföldi Róberttel szelfizet. Tehát, hogy mintha ebben az országban ezt a kettőt nem lehetne egy emberként csinálni. Uh-huh, így van, pontosan. Hát nézd,
Én... Szerinted lehet, Kristóf, hogy kérdezzek is, ha már... Hát egyre szomorúbban azt látom, hogy nem. Áó. Képzeld el. Azt látom, mert hogy... Természetesen igen. És természetesen én nem fogok ettől másképp magatartani, mint eddig. És nem fogok valakiről más gondolni, azért, mert tudom, hogy melyik pártra szavaz, és mondjuk én nem arra. Tehát ez a legnagyobb, tehát tényleg a legnagyobb butaság. És a, legcsúnyább manipuláció, amit, aki ezzel visszaél, vagy erre appellál az embereknek az ilyen zsigeri érzelmeire. Mert Magyarországon a politika, meg a politizálás, meg a egyetértek a kormánya, nem értek egyet, ellenzék vagyok, milyen párt, kire szavazol, stb. Ez zsigeri kérdés lesz, ezért majdnem nem ölni tudnak emberek. Ami szerintem egy abszurdum. Teljes abszurditásnak érzem. És mégis ez a mindennapoknak de ezt akarom mondani, hogy olyan szinten, tehát olyan szinten van sokakban egy igazodási vágy, de mindegyik oldal felé. Tehát igazodási vágy arra, hogy igen, a Hír TV nyilatkoztál, igen, de hát soha többet nem fog veled szobálni. Ez legalább annyira, mint az, hogy a Klubrádión persze műsort vezetni a két kulacsos. Szóval, hogy... És akkor én tényleg nézek, mint Borjú az Újkapura, hogy ez nem lehetséges, hogy... De egyébként hogy ne volna lehetséges, amikor miután megválasztottak ökörapáti polgármesterének a Drága Örökösök című sorozatban, rendre kaptam a messengeren az üzeneteket, hogy kedves polgármester úr, vigyázzon Mónikával, mert a háta mögött másképp beszél magáról, mint szemtől szembe. És ez komolyan... Jó, és ez igazából nem viccből érted? De nem viccből. Ja, nekem vannak segítőim, több tucatnyian, akik... Jó, hát ez már az, hogy fogyasztják az emberek, amit a tévében igen, látnak. Csak ezt erre akarom mondani, csodálkozunk ezek után, hogy az, hogy te kire szavaztál, szóval az egy szempont. Az nagyon fontos, amit itt az előbb mondtál, hogy igazodási pontokat keresnek az emberek. Tehát tényleg egy picit el vannak a sok üzenet közepette veszve. Én úgy látom a nézők, a szavazók, a közönség, stb. Tehát azokat, mitől van ez? Téged látnak. Tehát az keres igazodási pontokat, akinek nincsen meg önmagában a saját magához, meg a családjához, meg ahhoz, amit tanult lévő igazodási rendszere. És ez halál komolyan gondolom. Tehát én azt hiszem, hogy gyökértelen ember az, és ezt most nem, tehát a szónak a legpozitívabb értelemben mondom, hogy gyökértelen ember és a saját elvek hiány lévő ember az, aki igazodási pontokat keres, és nem tud saját és önálló véleményt hozni. Akár politikai ügyekben, akár nem politikai ügyekben. Egyébként nem értem, mert kell itt foglalkozni politikával, és nem állnaivan mondom, hogy mert minden napjainkat, igen, az egész világon balra, az egész világon mindenhol mindenkinek a mindennapjait a saját adórendszere, meg a kormányzata, meg mindenki meghatározza, de ezzel kitölteni a saját életünket, luxus. Persze, csak hogyha éled az életedet, csinálod a munkádat, és megtalálnak emiatt politikai elemzők, publicisták, hát bloggerek, stb., akkor óvatatlanul befolyásolja azt, hogy mostantól mit csinálok, tehát hogy például te óvatosabb leszel-e, itt vagyunk, jó, mindjárt keresek helyet, például te óvatosabb leszel-e egy ilyen után, hogy amikor egy közös selfie miatt, igen. Én sokkal bátrabb leszek ilyenkor, olyan szinten olaj a tűzre minden nálam, hogyha valaki engem betalál. Tényleg? Hát ez minden. Hol üzletileg, magánéletileg, igen, nem Skorpió. Tehát nem, csak azért nem, is. Csak azért is. Csak azért is, ráadásul, na de hát várjál, tehát tudod mi az érdekes? Hogy nem elég, hogy a Kálmán Olgával, meg az Alföldi Roberttel szelfiztem az RTL klubban, hanem ugyanakkor a Magyar Állam által, és az Emmy által támogatott és fenntartott Magyar Állami Operaházban, a Billy Elliotban szerepelek. Te vagy az apuka, tényleg. Én vagyok az apuka a Buzi Musicalben. Tehát erre varjál gombot. Igen, úgy, hogy közben te... Tudják a kedves igen. Nézők, hogy miről beszéltem igen, az igen, előbb. Igen, és ez pejoratív értelemben, tehát ahogy a musicalről beszéltek, vagy írtak itt-ott. Tehát ostobaságok jelentek igen, meg a Billy csak ugye neked azt nem bocsátották meg ott, hogy te alapvetően egy jobboldali konzervatív színésznek vagy elképzelhető. Ez is egy ilyen fura kategorizálás, de így írják, hogy vagy elkönyvelve, és hogy miért teszed azt, hogy... Tehát neked csak a saját fajtáddal kellene mutatkozni, kedves Kristóf. Hát lehet, hogy ezért a műsorért is kapsz majd. Mindenkinek csak a...
Hát figyelj azért, amikor a játékszínnek az igazgatója lettem, akkor azért sokan feltették a kérdést, hogy nekem például ki kell rúgnom most a Gál Völgyi Jánost, komolyan, a Hernádi Juditot, a tovább megyek, merek-e tovább együtt dolgozni a Hajdú Steve-vel és a többiekkel, hiszen az elvárás ugye az lenne. Kérdezték többen? Igen. Én mondtam, hogy nagyon, hagyjuk ezt, mert ez egy hülye felvetés, tehát nyilván sose volt semmilyen elvárás, de mondom, én azt de látom, hogy, hát, hogy egészen elképesztő dolgok jutnak az emberek eszébe, hogy működhetnek ezek a dolgok, hogy működhet a világ. Megérdezed a lelkosságom. Minden oké volt? Német vagyok. Hello. Nézd, egy szuper autóval. Ülhetsz már előre? Vagy már olyan magas? Persze. Milyen focis hátizsákja van? Természetesen. Real Madrid. Nem vagyok Real Madrid. Úristen. Szóval csak ez második volt. Ja, hogy rosszul indítottam, akkor milyen szurkoló vagy? Liverpool. Hát most akkor a Liverpoolhoz szeretnék gratulálni. A döntőben van most. Igen, tudom, azért gratulálják. Tudom. Na, jól van. Milyen napod volt a suliban? Egészen jó volt, nem volt a matek tanárunk, az mindig jó. Nyelvtan tanárunk se volt. És mi a kedvenc tantárgyad? Tesi. És már tudod, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Milyen hülye kérdéseket kérdeznek ezek a felnőttek? Én is úgy utáltam ezt. Mi volt az iskola, mi volt az ebéd, tudod? Kettő is szeretnék lenni, csak hogy az egyik hobbinak. Aha. Teniszező szeretnék lenni, és beatboxos. Tudod-e, hogy tudom. Igen. Tudsz beatboxolni? Nem annyira. Na, akkor most nem kérem meg, hogy megmutasd, jó? Mert nagyon nem akarlak, hogy... Na, és beatboxolásból meg lehet élni? De jó. Igen, meg lehet. Meg lehet, jó. Ha az ember jó. Igen. Merre menjünk, Kristóf? Jobbra. Hazafele. Jó. Szóval beatboxos, és mit szólsz ez, Kristóf? Én nagyon, nekem nagyon tetszik, amiket Lóci kitalál, ugye... Általában az van, hogy az interneten lát valamit, YouTube-on, és akkor onnét kap mondjuk ihletet. Például ez a beatbox, ez egy ilyen dolog. Voltunk Varsóban, ahol volt egy ilyen beatbox bajnokság. És ott voltunk, ez ilyen éjszakai parti, és úgy van, simán hogy... neked való, persze. Igen. Igen, és... Anya nem annyira bírta, de te... Igen, én bírtam, anya nem annyira. Volt vagy 400 hangfal, és elől voltunk a színpadnál. Aha. És hallottuk rendesen az előadást. Ennek nagyon örülök. Varsóban, és kivel találkoztál? Az egyik nagy kedvenc sztárommal, aki francia is volt már a Voice-ban, az egy... Az egy tehetségkutató. Tehetségkutató. És ott az egyik zsűrinek ő lett a külön kedvence. És vele találkoztál? Igen, és vele csináltam. MB14. MZ-Perix. Hogy itt MB14? Bocsánat, itt kicsit kor generációs szakadékot vélek felfedezni. Csak neki van ilyen furcsa neve. Aha, jó. És ő egy gépezettel, három kategória van, ahol voltunk ott, három kategóriában versenyeztek emberek. Van, amikor csak simán indulsz egy az egy ellen, van olyan, hogy kettő a kettő ellen, és van olyan, hogy van egy gépezet, ami azt csinálja, hogyha megnyomsz rajta egy gombot, és kiadsz valamilyen hangot, azt ő leutánozza, és folyamatosan csinálja. Aha, igen, így loopolja. Igen, a Loop Station. Thank you very much. You know. Szerkezet ez, és MB14 most ő szólóban indult, ő egyedül indult. Hát neki ez annyira nem való. A mostani idény a legerősebb idény volt, szóval az első meccsén már ki is esett. Hát megmondom őszintén, Lóci, hogy sok mindenre számítottam a mai interjú kapcsán, a találkozásunk kapcsán, arra nem, hogy beatbox versenyből ki fogok okosodni, úgyhogy ezt nagyon köszönöm neked. És mit szólsz ahhoz, nyilván te még kicsi vagy ahhoz, hogy fönt légy a Facebookon, meg a te, nektek már talán nem is a Facebook lesz a platformotok, de mondjuk mit szólsz ahhoz, amit ő
Hát ahogy kezeli, ahogy így kezeli a közösségi médiát, meg amit mut, ahogy a Facebook live-ok, stb. És látom, hogy nevet. Szóval, hogy mit szólsz, milyen, mennyire ügyes? Van mit tanulni. Például mi? Szerintem ügyes. Jaj, milyen, és diplomatikus. Mennyire édes. Igen. Azért van mit tanulni, igen. De szerintem ügyes. De azért azt elmondanám, hogy apád ilyen ugrásra készen, így mögötted, így fogja az ülést, hogyha véletlenül olyat kérdezek, vagy mondok neked, akkor azonnal szerintem. Apa tigris vagy? Az apa tigris, igen, minden szempontból. Igen, én vagyok a főnök a... Én vagyok az apatilis, és ő a főnököm, ez igen. Így van, pontosan így van. Igen, minden szempontból, de igyekszem nem rátelepedni Lócira, tehát... Igyekszem nem rátelepedni Lócira. Mint ezt látjátok is. Nem, hát nagyon, nekünk nagyon mély a kapcsolatunk, legalábbis nekem ő tényleg ő a szemelfénye, de hát ezt ő pontosan tudja. Néha nyilván ez ciki is, vagy nem tudom. Szokott ciki dolgokat csinálni, vagy mondani? Nagyon ritkán. Na, hát ez tök jó. Te akkor igen, neked szerencséd igen. Van apáddal. Igen. Te is így érzel? Igen. Anyukámmal is nagy szerencséd van. Ő se szigorú. Aha. Pár éve, amikor Zsolti fent volt nálunk, Zsolti egyik legjobb barát, ilyen szinte keresztapa státuszban van Lócinál, azt mondta, hogy ő már családtag, és játszottak együtt a fiúk, és akkor Zsolti mondta, hogy innék valami üdítőt, és mondta, hogy kimegyek, hozok is valamit, és Lóci azt mondta, hogy várjál, ezt nem így kell csinálni, lehet rendelni. Apa! Szóval... A felszolgáló, kiszolgáló szövő. A főnökről ennyit. Figyelj, már csak egy kérdésem van a végén, aztán elengedlek titeket. Ki a nagyobb sztár? Apa vagy MB14? MB14. Kristóf, köszönöm a beszélgetést, Lóci, neked is nagyon. Köszönjük szépen, hogy hazahoztál minket. Nagyon szívesen. Hát elvittél magadban. És még ki, szálljunk ki, és egy közös szelfit megengedsz? Köszönjük szépen. Kristóf, te is? Hát nagyon-nagyon. Kötelező. Minden pillanatban a sejtjeidben van. Tehát, hogy nem kell külön rá gondolni, nem kell külön arra gondolnom, hogy úristen nem jutott eszembe 5 órája a gyerekem, hogy mi lehet vele, hanem egyszerűen a zsigereidben van. És attól, hogy a gyereked a temetőben van, attól ugyanúgy a zsigereidben van, mint a többi. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához.